A nap. Hírek, információk, tudósítások. Csillagpont Rádió. FM 103. A mikrofonnál a műsor felelős szerkesztője Német Csaba köszönti a rádió hallgatókat. Negyedszázados születésnapját ünnepli az idén a Miskolci Vállalkozó Háziorvosi Rendszert működtető egyesülés. A házi és gyermekorvosok érdekképviseletére hivatott szervezet indulásáról és elért eredményeiről beszélt az egyesülés igazgatója, Soltész Rudolf, a Csillagpont Rádió reggeli műsorában. 1993-ban a jogszabályi lehetőség hozta létre azt, hogy a háziorvosok és a házi gyermekorvosok vállalkozók lehessenek. És ekkor döntöttek úgy az országban, talán több helyen is elkezdődött a szervezkedés, hogy ez egyedül nehezen fog menni, hiszen ők igazából addig közalkalmazotti státuszban irányítás, központi irányítás alatt dolgoztak, és egy vállalkozói szférában működni, mint egészségügyi vállalkozó nem könnyű. És Miskolcon dr. Palla Sándor vezetésével akkor a POSZ, illetve a gyermekorvosok is még annó Török Lajos később irányításával létrehoztak egy olyan unikum szervezetet, egyesültek ezek az érdekvédelmi szervezetek, és 93-ban létrehozták a Miskolci Vállalkozó Háziorvosi Rendszert működtető egyesülést. Két évtizede lassan ebben a Baross Gábor utcai székházban történik a szervezet működtetése. De szakmailag is komoly eredményeket értek el még az elődeim is nyilván, hiszen 96-ban a Debreceni Orvostudományi Egyetemmel szintén egyedülálló szerződést kötöttek, miszerint az egyetemi szintű háziorvosi és házi gyermekorvosi továbbképzést lehetett Miskolcon a miskolci orvosoknak megvalósítani egy forrásközpont szerződéssel, egy elnevezéssel, ami akkreditált, kötelező továbbképzéseket jelentett, meg jelent mai napig is. És ezt mindig megfelelően menedzselve, megfelelő oktató, orvos szakértő gárdával, egyetemi jóváhagyással, akkreditáció után csinálták. Több helyen próbálkoztak hasonló szerveződéssel, de mivel nem volt profi menedzsment, igazából nem tudták ezt hosszú távon megvalósítani. Ahol még működik ilyen 10-20 fővel egy-egy városban, ott nagyon-nagyon ritkán és korán sem ilyen széles palettával, mint mi. Amikor én oda kerültem, akkor már nem orvos igazgatót kerestek tulajdonképpen, hanem egy menedzsert, egy olyat, aki ezen kívül a szakmai továbbképzéseken, az érdekképviseleti dolgokon, önkormányzat és egyéb hatóságok felé való képviseleteken túl, de nem érdekvédelem, tehát az érdekvédelmet az orvosi kamara látja el, csak az érdekük képviseletét látjuk el. Ez nagyon kevesen tudják még a mai napig is, de ezt is sikerül megszerezni, meg sikerül kiterjeszteni több felé. Ezen kívül jött az a történet, hogy az olyan szolgáltatás dolgokat és olyan szolgáltatási csomagot adjunk a tagjainknak, idézőjelbe, tehát azoknak a praxisoknak, akik velünk szerződésbe állnak, amely az ő munkájukat maximálisan segíti. A NAP. Hírmagazin a Csillagpont Rádióban. Ismét a légimentésről itt a Csillagpont Rádióban várják az önkénteseket. Miskolc és Debrecen után Balatonfüredre érkezik a magyarországi légimentés történetét bemutató fotókiállítás. A Csillagpont Rádióban Nagy Boglárka, a magyarországi légimentését alapítvány létrehozója, a Valamit Valamiért jótékonysági program részleteiről is mesélt Monos Mártának. Ez a kiállítás az 2015-ben innen a megyéből indult el. Célja az az volt, hogy bemutathassuk a légimentést magát a légimentést napjainkig, tehát 1958-tól napjainkig, illetve azokat a munkákat, feladatokat, amelyben a légimentők részt vesznek. Magyarországon 7 légimentőbázis van, és azt céloztuk meg, hogy a 7 légimentőbázis munkáját fölfűzve mutatjuk meg, tehát a vándorkiállítás lényege, hogy miskolci tárlat képei kiegészültek Debrecenben ugye május 10-én, és most Balatonfüredre fog érkezni a kiállításra, a füredi bázisra július 13-án. Mi ezt mosolyogva mondjuk, hogy péntek 13-án megyünk Balaton partjára, úgyhogy jó időnek kell lennie, mert ott olyan programokkal készülünk, amihez ez elengedhetetlen. Van egy olyan kezdeményezésünk, hogy valamit valamiért. Itt ez azt jelenti, hogy az alapítvány úgy várja a támogatásokat, hogy nem kimondottan pénzt a számlájára, hanem bizonyos tárgyak, eszközöknek a megvásárlásával tudja az alapítvány működését támogatni. De honnan vannak ezek a tárgyak?
itt is ugye olyan cégek támogatásával valósul meg, akik legyártják részünkre ezeket a mondjuk poharakat, nyakpántokat, kulcstartókat, van pólónk, hímzett pólónk. És ebből ott és van az embléma, a légimentés? Az alapítvány is rajta van, illetve az EC-135-ös helikopternek a varrott mintája. Tehát ugye mi azt kértük, hogy ezeknek a tárgyak megvásárlása azt a célt szolgálja, hogy hozzánk megérkezik az a támogatási összeg, és ez egy nagyon friss hír és információ, Pápán élő kislányról szól a történet, akinek az anyukája, mert hogy nagyon szereti a légimentőket és a légimentést, a kislány rajong érte, tehát a kislány az egy 10 év körüli kislányról beszélünk, akinek most volt a hétvégén a bérmálkozása, és az anyukája meglepetésből vásárolt az ő részére a tárgyainkból, ezáltal is támogathassa az alapítványt, és küldött a kislányról, amikor megkapta az ajándékokat, egy fotót, kértük az engedélyét, hogy az alapítvány Facebook oldalán ez megjelenhessen, és a véletlenek folytán mi pont a bérmálkozás napján osztottuk meg, és a kislánynak az anyukája beszámolta az életben, hogy tudjunk róla, hogy elsírta magát, és azt mondta, hogy a legszebb ajándékot kapta bérmálásra, hogy az alapítvány oldalán, ami mi alapítványunként, mint egy arc, mint támogatónk arca megjelent ott, úgyhogy ő vele kifejezetten találkozni is fogunk most hétvégén, ha a Jóisten is azt akarja, én ezt mondtam, mert hogy hétvégén Balatonfüredre érkezünk. Anna, hírmagazin a Csillag.rádióban. Május 24-e a bolgár közművelődés, a bolgár kultúra és a szláv írásbeliség ünnepe Cyril és Metód napján. Doncsev Tosót, szociológust, írót, kisebbségi szakértőt kérdeztem. Régi juliános naptár szerint a Cyril neve napját Szent Cyril és Szent Metódhoz, testvérpárhoz, Tesszaloniki testvérpárhoz kötődik a szláv-bolgár írásbeliség. Egész a régmúltba mehetünk vissza, még a honfoglalás, a magyar honfoglalás előtti időszakba. Egyesek szerint 855, más 863-ban született ez meg, amikor Rosszislav nagymorva fejedelem Mihály bizánci császárhoz azért fordult, hogy a német papság német nyelvű térítésével szemben küldjön neki szlávul tudó papokat. És akkor hát meg kellett alkotni a szláv betűket is, melyet ez a két testvérpár, amit akkor létrehozott a testvérpár, az a glagolita írás volt, a glagoli az beszélni, ige, ebből ered. Később aztán, amikor a tanítványaik, mert elmentek Moráviába, és ott végeztek hittérítést, illetve lefordították a szentírásnak részét, illetve olyan zsoltárokat, amelyek a szent liturgiához, Isten tisztelethez szükségesek voltak. Később, amikor a jóvá hagyásra oda mentek, akkor még nem volt egyházszakodás pápához, akkor pápa jóvá hagyta, és így a héber, a görög és a latin mellett az egyházi szláv, vagy az óbolgár nyelv és a szent nyelvek közé emelkedett. Később a tanítványokat, akiket kiűztek Moráviából, Bulgáriában találtak menedéket, első Borisz cár befogadta őket, és hát így érzi azt, hogy Bulgária végül is Bulgáriából árad szét egy új írásbeliség, és írásbeliségen egy hatalmas kultúra. Tehát a bolgár nép büszke arra, és jogosan, hogy a szláv népeknek, a szláv kultúrának, főleg hát ugye mind a keleti szlávoknak, sőt még hát sokáig más népek is, románok és mongolok is használták ezt az írásbeliséget, de írásbeliséget adott. Anna, hírmagazin a Csillag.rádióban. Európa nap az Avasi gimnáziumban. Május 25-én kék és sárga pólóban érkeznek a tanulók az Avasi gimnáziumba. Nem véletlenül, hiszen élőkép is szerepel abban a látványos elemekkel gazdagított programban, amelyet az Európa nap alkalmából szerveznek. Schmidtné Törő Ágnes igazgatónővel a Csillag.rádióban Monos Márta beszélgetett. Az Avasi gimnázium hagyományosan nagyon diákbarát intézmény. Tehát
A tanítás mellett fontosnak tartjuk a közösségformálást és a tanulók számára az érdekes programok szervezését, és ennek keretében Sramko Ágnes kolléganőm, aki összefogja ezt az eseményt, pályázott az Európai Unió nagykövetiskolája címre, amit el is nyertünk egy évvel ezelőtt, aminek keretében diákokkal Strasbourgba tud utazni, illetőleg különböző magyarországi rendezvényeken is építik ezt a kapcsolatot, illetve ennek jegyében pénteken a gyereknappal összekötve Európa napot szervez az iskolánk, ami igazán különleges nap, mert már a honlapunkon is olvasható, hogy a diákok fele sárga, fele kék pólóban fog jönni, ugyanis a délelőtt folyamán az iskola udvarán készülni fog egy drónos felvétel, amelynek keretében a gyerekek az EU betűket fogják majd alkotni. Nagyon érdekes, a 30. évforduló kapcsán már egy avasi gimnáziumot jelképező AG feliratot is gyakorolták. Igen, és nagyon látványos drónnal, úgyhogy én magam is kíváncsi vagyok, hogy fog sikerülni. Egyébként az Európa nap keretében az osztályaink felvállalnak egy-egy nemzetet, amelynek az ételeit, szokásait, táncait bemutatják a nap folyamán. Ez igazán kedves napja a diákoknak, mert rövidebb órák és hosszabb szünetek vannak, amelynek keretében a szünetekben vannak a nagy rendezvények, illetőleg 3 órában megtörténik különleges helyszínek látogatása is, ahol valóban érdekes programokat látnak egy-egy nemzet életéből a többi osztálytanulói. A hét elején nyitotta meg kapuit az első vidéki kardiovaszkuláris túraösvény. Az ünnepélyes átadót követően dr. Papp Tibort, a Borsod-Zemplén megyei központi kórház és egyetemi oktatókórház megbízott főigazgatóját kérdeztem. Változatos, van benne csörgedező hegyi patak, van benne barlang, vannak benne emelkedők, egy húzós rövid emelkedő van benne, ami futás közben azért azt gondolom, hogy csak a fiataloknak oldható meg megállás nélkül, vagy séta nélkül, és nagyon szép a táj. A Csanyik völgy közel a Bükki Nemzeti Parkhoz, illetve annak a határán egy fantasztikus természeti képződmény, változatos növényvilággal, változatos domborzattal, és hát mindenhol láthatóak a ember nyomai, a évezredek óta itt élő ember nyomai is. Én azt hiszem, hogy aki végig megy ezen a 3 kilométeren, az lelkileg felfrissül, fizikailag pedig egy kellemes fáradtságérzését fogja tudni a végén érezni. Mit tud ehhez a tanösvényhez hozzátenni a Borsod-Zemplén megyei központi kórház? Részben prevenciós feladatainkból fakadóan az Egészségfejlesztési Intézetünk, irodánk tud ide kihozni csoportokat, meg tudja ismertetni ezt a tanösvényt az emberekkel, és rehabilitációs osztályaink be tudják építeni a rehabilitációs programjuk ennek a tanösvénynek a látogatását. Azt gondolom, mind a két lehetőség nagyon fontos, és nem szabad kihasználatlanul hagynunk. A nap. A Csillag.rádió hírmagazinja. A mikrofonnál a műsor felelős szerkesztője Németh Csaba köszönti a rádió hallgatókat. Az egész országból várják a gyógyíthatatlan neurológiai betegséggel, a szklerózis multiplex korral élő sorstársakat Esztergomba a Dunapartján megszervezett jótékonysági futásra május 26-án szombaton. Az SM Világnap alkalmából dr. Rózsa Csilla neurológust, a Magyar Neuroimmunológiai Társaság képviselőjét Monos Márta kérdezte. A szklerózis multiplex egy központi idegrendszeri gyulladásos betegség, ami elsősorban fiatal betegeket érint. A betegség háttere részben autoimmun részben, degeneratív eredetű elsősorban a gyulladás okozta átmeneti vagy tartósabban kialakuló neurológiai tünetek jellemzik. Mely tünetek aztán az esetek jelentős részében az úgynevezett relapszáló, remittáló szklerózis multiplexben átmenetileg megszűnnek, vagy csökkennek, tehát ezeket nevezzük suboknak, amik elmúló tünetekből állnak, utána egy viszonylag hosszabb, rövidebb ideig tartó nyugvó állapotot követően jelentkeznek újabb neurológiai tünetek, azaz újabb subok. Az esetek döntő többségében a betegség ebben a korformában zajlik, de előfordul az is, hogy nagyon lassan akkumulálódó, fokozatosan rosszabbodó évek során alattomosan
kialakuló neurológiai tünetek állnak a tünetek előterében, ezt hívjuk primer progresszív szklerózis multiplexnek. Körülbelül 800-an élnek ilyen idegrendszert károsító betegségben, ugye ezerarcú kornak mondják. Miért mondják, doktornő, ezerarcú kornak? Igen, a 8000 ez a, ugye a magyar betegeknek a becsült száma a magyarországi epidemiológiai vizsgálatok alapján. A ezerarcú kornak pedig azért hívják, mert gyakorlatilag a központi idegrendszer bármely struktúráját érintheti a betegség, és ennek megfelelően nagyon változatos tünetekkel jelentkezik, tehát ez az egyik fele az ezerarcúságának, a másik fele pedig az, hogy a betegeknek, tehát a betegségnek a korlefolyása, a súlyossága, az aktivitása, ez betegenként nagyon-nagyon változó és individuálisan különbözik, tehát ebben is megnyilvánul az, hogy a betegség ezerarcú. Ezeknek a találkozóknak, vagy éppen az országos programnak, eznek a jótékonysági futásnak az is célja, hogy lebbentsük fel a fájtlat, mert még mindig ilyen titkolt betegségről van szó, és nem kell ezt titkolni, hanem vállalni kell? Én azt gondolom, hogy végül is mindenkinek a magánügye marad, hogy egy krónikus betegségről szeretné-e, hogy a környezete tudomást szerezzen, vagy nem, de azt gondolom, hogy az mindenképpen fontos része, vagy fontos aspektus ez a rendezvényeknek, hogy nekünk, a környezetnek, a betegekkel együtt élő embereknek a figyelmét fel kell hívni erre a betegségre, és nyilván a betegséggel járó nehézségekre, arra, hogy ezeknek a betegeknek sokkal több problémája adódik az életben, holott ugye az esetek egy jelentős részében ők ugyanúgy dolgoznak, ugyanúgy aktívak maradnak, mint mi, és ha tudunk róla, hogy ez a betegség létezik, és tudjuk azt, hogy a környezetünkben valaki ezzel a betegséggel él, akkor nagy valószínűséggel az empátiánkat is tudjuk növelni irányukba. A NAP Hírmagazin a Csillagpont Rádióban. A Csillagpont Rádió napi krónikai jellegű hangos híres esemény összefoglalójának mikrofonjánál a felelős szerkesztő Németh Csaba köszönti a rádió hallgatókat. Égés betegség, égett betegek ellátása. Ez a címe annak a következő szakmacsoportos továbbképzésnek, amelyet a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei központi kórház és egyetemi oktatókórházban tartanak május 23-án és 24-én. Az örök téma kapcsán dr. Papp Rózsa gyermeksebész, plasztikai sebész főorvost a Csillagpont Rádióban Szász Anikó kérdezte. Sajnos az égés egy olyan baleset, aminek nem kötelező előfordulnia az esetek nagyon jelentős többségében. Hogyha a gyerekkort nézzük, és azt, hogy a betegeinknek a 80%-a 2 évnél fiatalabb, és most már egyre nagyobb arányban csecsemőkorú, akkor azt kell mondjam, hogy ez valójában olyan baleset, aminek nem kell megtörténnie, hiszen körülötte abban az életkorban mindenképp felnőttnek kell lennie, aki ettől meg kell, hogy óvja. Más dolog az, hogy aztán később lecsapódik a tűzhely teteje, amikor véslit főz, az már baleset, de ez valójában figyelmetlenség elsősorban, és teljesen kiszámíthatatlan következmény. És mondhatni, egy életre szóló következményekkel jár, vagy tud járni. Mindnyájan tudjuk, hogy a hőhatás az, ami az égést létrehozza, az viszont nem mindig gördül tovább a gondolatunkon, hogy de ez több, mint egy átlagos seb, először is nagyon speciális seb, általában nagy a kiterjedése, általában egyszerre be nem zárható, ugye az a seb, ahol szél a szélhöz varrunk, az gyorsan begyógyul, kiszámítható a menetrendje. Szó nincs erről, van egy nagy felület, van egy bizonytalan mélység, és ugye ez önmagában már megmagyarázza azt, hogy rengeteg olyan anyag szabadul fel, ami a szervezet számára irritáló. A szervezet egy óriási reakcióval válaszol, tehát ez nem csak egy seb, ez egy betegség. És az égés betegség gondolata, fogalma azért talán nincs annyira benne a gondolatunkba, hiszen látunk egy sebet, na de ebből következni fog nem csak a bőrnek a sérülése, hanem következhet, hogy társul hozzá fertőződés, ez az égett gondoknak
kórháznak a legnagyobb arányban belejárója, szeptikus állapot, amiben bele lehet halni, és a kisebb égésnél is. Sőt, az elején a fájdalomtól, az ijedelemtől, a felszabaduló anyagoktól sokkos állapot, és ebbe megint bele lehet halni. Tehát az égés betegség, ami az esetek jó részében velejárója az égett sebnek, ez már nincs annyira benne a gondolatunkban, mert ha benne lenne, akkor nem jelentene problémát a szülőnek, hogy miért mondom én azt, hogy ezzel a sebbel ennek a kisgyereknek itt kell nálunk maradnia az osztályon. A Nap. A Csillag.hu Rádió hírmagazinja. Műsorunk végén nekem nem maradt más hátra, mint hogy megköszönjem megtisztelő figyelmüket a magam és a műsort készítő kollégáim nevében is. A Csillag.hu Rádió riportjait, tudósításait, illetve a DVTK híreket, valamint a Nap című híres esemény összefoglalót természetesen visszahallgathatják weboldalunkon is. Látogassanak el tehát a csillag.radio.hu weboldalra, de követhetik munkánkat a Facebookon is, illetve más közösségi portálokon is. Mi csak örülünk, hogyha figyelnek ránk. További jó rádiózást, jó egészséget kívánok önöknek. Németh Csabát hallották. A Nap. Hírek, információk, tudósítások. Csillag.rádió. FM 103.